keletkezett egy karcolás. És persze nem szeretünk ilyenkor rögtön elrohanni, az egész autót újra fényeztetni, hanem szeretnénk valami egyszerűbb megoldást is találni. Úgyhogy megpróbálunk utána nézni annak, Szegedi János kollégánk segítségével, hogy hogyan is lehet házilag autót polírozni. Ennek az autónak annyit jelentene a polírozás, mint halottnak a csók. A lepattant festéket, az alapozást is érintő műkarcokat csak is az újbori fényezés tüntethetné el. A csupán megmattult festékrétek azonban ismét régi fényében tündökölhet egy kiadós polírozást követően. Meghoztam az autót, megbeszéltem. Köszönöm szépen. Zsuzsa egyszer már maga is megpróbálkozott vonzóbbá tenni autója küllemét. Volt egy alkalom, amikor megpróbáltam polírozni az autót kézzel. Gondoltam, hogy ez nagyon sikeres lesz. Hát elég fárasztó volt, főleg egy nő számára, meg hogy kézzel. Hát legalább egy fél nap, vagy majdnem egy egész napom ráment. Hát valóban szebb lett, de arra gondoltam, hogy ezt inkább egy szakemberre bíznám. Pedig ha elég kitartóak vagyunk, a kézi polírozást magunk is elvégezhetjük. Bemegy az ember egy áruházba, és megvesz egy bizonyos polírpasztát, ami neki tetszik, és otthon neki áll vattával dörzsölni az autót. Vatta helyett a puharongy is megteszi. Persze csak is a felület alapos előkészítése után. Csak szárazon lehet a polírozáshoz neki kezdeni. Esőtől, mindentől elzárt részen figyelve a tisztaságra, mert a porszemcsék azok karcolnak. A kézi polírozás során apró, körkörös mozdulatokkal juttassuk a pasztát a felületre. Elég hosszant ideig kell dörzsölni, egy nagyon picit hagyni, hogy megszikkadjon az anyag, és utána egy mikroszálas törlőkendővel, vagy egy nagyon puha pamutruhával le kell törölni. Fényesebb felület lett, de sajnos a karcolások még megmaradtak. Ilyenkor jelenthet megoldást a gépi polírozás. A polírozógéppel előbb a durván, majd ezt követően a finomabb szemcseméretű pasztát dolgozzuk be a felületbe. A gépi polírozásnál a felső lakrétegből, ami abban van benne karcolás, azt koptatjuk le. És ezért vékonyabbik a lakréteg, ezáltal tűnnek el a karcolások. A polírozás műveletét lezáró fényesítés során kiderül, hogy Zsuzsa autójának motorház teteje is karcmentessé vált. A gépi polírozó használata tehát valóban hatásosabb, de szakavatatlan kezekben az okozott kár is jóval nagyobb lehet. Géppel elég nagy kárt lehet okozni, vagy megégeti a polírpasztát, hogyha túl gyorsan csinálja. Ha lassan csinálja, és a korong például poros, vagy porszem megy alá, akkor körkörös karcolásokkal lesz tele az autó, és ezt utána el lehet tüntetni, csak nagyon-nagyon nehéz. Mint említettük, a